Szándékosan babrálok a kütyükkel, ugyanis azt próbálom érzékeltetni, hogy mennyire nehéz megtalálni ma a fiatalokkal a hangot, ugyanis állandóan köztünk van valami, ugye? Ki az, aki a saját gyerekével, vagy a saját környezetével, akár úgy, hogy egy légtérben vannak, kénytelen volt csetelni? Én. Ugyanis a kész az ebéd vokálisan, verbálisan, üzenetként nem megy át a kiskorúak részére, úgyhogy az otthoni kamasznak kénytelen voltam az alternatív csatornákon cseten felhívni a figyelmét arra, hogy az ebéd tálalva. Az sem mindegy, hogy milyen csatornán teszem ezt meg, mert a Viber már nem menő. Ezt megkaptam. Szóval ilyenek a mai fiatalok, és hogyan tudunk eljutni mégis hozzájuk? Hogyan tudunk élő szóban eljutni hozzájuk, és hogyan tudjuk őket arra inspirálni, hogy a saját élő szavukat, a saját hangjukat folyamatosan használják? Ezért vagyok ma itt, és erre szeretném felhívni a figyelmüket, figyelmeteket, hogy velük megtalálni a hangot úgy kezdődik, hogy magammal, magunkkal megtaláljuk a hangot. Nagyon örültem, amikor azt hallottam Bence Róberttől, hogy a tanári szakma, mint olyan, az nem valószínű, hogy az elkövetkező 100-200-300 évben meg fog szűnni, ugyanis 1% alatti az esélye, hogy bárki helyettesíteni fog majd bennünket. Ergo, hát inspirálva vagyunk arra, hogy egy kicsit összeszedjük magunkat, és mi legyünk azok, akik példaként állnak ezek előtt, a gyerekek előtt. Kik vagyunk mi? A Dr. Prezi Team célul tűzte ki azt, hogy a világ legősibb dolgát, a retorikát beemeli a köztudatba, és lehetőséget biztosít a gyerekeknek, felnőtteknek, nagyvállalati szférában, hogy ebben tudjanak fejlődni. Mi is minden nap dolgozunk magunkon, nekem a mindennapi munka része anyaként, hogy mesét olvasok. És minden nap több szereplős mesén keresztül különböző hangokon szólaltatom meg a szereplőket, amit otthon egy majdnem 2 és majdnem 4 éves kisember nagyon-nagyon élvez. Ugye ez nekem is egy gyakorló terep folyamatosan. De hát nyilvánvalóan ez nem volt mindig így. A referenciáink, akikkel együtt dolgozunk folyamatosan, és ezek csak pár cég akik, és pár intézmény, akik elég ismertek ahhoz, hogy önök is, ti is be tudjátok őket fogadni. Például a BME-n oktatókat képzünk, és azt gondolom, hogy egy picit nonsense, hogy soha nem tanultak az oktatók retorikát, akik kint állnak a pulpituson, és beszélnek a diákokhoz, és meg akarják értetni, át akarják vinni az üzeneteiket, nincsen meg hozzá a megfelelő eszközrendszerük. Ugye? Szóval nem volt ez mindig így, én sem így születtem, hogy egy mikrofon volt a kezemben, és álmomból felkeltve bármiről tudtam előadást tartani. Egyébként a vicces része az, hogy ez a beszéd már több mint 1 hete készen van. És az eltelt egy hét alatt finom hangolásokat végeztem rajta, finoman finomítottam, és még a mai előadókhoz is egy picit igazítottam a mai nap folyamán. Én ezt úgy hívom, hogy szakmai alázat. Nekem ez nagyon fontos. Rendkívül fontos, mert az, hogy én most itt állok, vagy önök bármikor kint állnak, gyerekek előtt, emberek előtt, annak súlya van. És köszönöm, Zsolt, hogy azt mondtad, hogy nyomot hagyni, ugyanis ez az egyik legfontosabb dolog, hogy nyomot hagyjunk a gyerekekben valamilyen formában. Elültessünk egy magot valamilyen formában, ami majd szárba fog szökni, ami majd kap egy kis vizet innen-onnan, és egyszerűen majd oda fogunk kiukadni, hogy lett abból a gyerekből valami. Milyen jó érzés ez. Szóval mi sem így kezdtük. Dr. Németh Zoltán, Széchenyi, balassagyarmati születésű, de Széchenyben nőtt fel. Ő a pályafutását úgy kezdte, hogy a házasságkötő termekben az igen után egy gyönyörű szerelmes versen nyugtázta a házasság megkötését. Jó magam, óvodai fellépésem, anyáknapi, anyám tyúkja vers. Nyilván nem ez volt a, hogy is mondjam, életem ne továbbja, de valahol elkezdtük. És ma már túl vagyunk több ezer fős előadásokon, TEDx beszédeken. Ugye a TEDx ez egy nagyon fontos elem egyébként a mai világban, mert a gyerekeknek is felnyitotta a szemét arra, hogy az élő szóval, az élő beszéddel mit lehet elérni. Tehát egy picit magasra tették a lécet, ugye, amikor valaki azt a jelzőt kapja, hogy hát nem egy Brené Brown, vagy nem egy Simon Sinek, ugye tanár úr vagy tanárnő, ez azért jelentsen valamit. Tehát legyen bennünk az a szakmai igényesség, hogy adunk valamit és szolgálatot teljesítünk azzal, hogy kint állunk a katedrán és beszélünk.
Visszakanyarodva, ma már nagyon sok mindenen túl vagyunk, több ezer fős előadásokon. Mi is segítünk másoknak minden nap felkészülni szintén előadásokra, prezentációkra, segítünk a vizuális hátteret is megteremteni. Míg nem egyszer csak a sok nagyvállalati sertepertélés közepén történt egyszer, hogy az elején említett kiskorút el akartuk küldeni táborba. Átböngésztem több száz tábort, és egyszer csak szöget ütött a fejembe, hogy nincs olyan, hogy retorika tábor. Felhívtam Zolit, és mondtam neki, figyelj, nincs ilyen tábor. Mert pont jókor kaptam el, kisebb gondja is nagyobb volt, hogy van-e ilyen tábor, vagy sincs. De egyszerűen elültettem a fülébe egy bogarat azzal, hogy neki volt és van egy belső vágya, szinte évtizedek óta, hogy valami olyat szeretne csinálni, ami tényleg, az a Zsolt által említett, nyomot hagyni. És az, hogy a gyerekeket megtanítjuk beszélni, és megtalálni a hangot saját magukkal, és verbalizálni, artikulálni azt, ami bennük van, ami bennük dolgozik. Úgyhogy ezt valósítottuk meg, és ezt hívtuk életre, és ezt hoztam el önöknek, nektek, részletesen bemutatva, hogy mit csinálunk mi, hogyan találjuk meg ezekkel a gyerekekkel a hangot, és hogyan segítjük őket egy folyamatban végigmenni. Hát nyilván van egy előszűrés, ugye amikor jelentkeznek a diákok, és milyen érdekes, hogy tavaly volt az első tábor, 2x22 főt tudtunk fogadni két alkalommal. Januárban már volt olyan jelentkezés, hogy még a dátum nem volt tiszta, hogy mikor lesz, de már volt olyan szülő, aki azt mondta, hogy már pedig az ő gyereke megy, és képes a családi nyaralást ehhez igazítani, úgyhogy a gyerek a táborba ott lesz és kész. És van egy ilyen előszűrés, hogy hát nem szeretnénk azzal találkozni, hogy ott ül a kisdiák megkukulva, és azt tapasztaljuk, hogy ő ezt kényszerként vagy terrorként éli meg, hogy ott valaki valamit ki akar húzni belőle. Ezért egy pár kérdésre kell, hogy válaszoljanak. Hát volt, aki azt mondta, hogy persze, mert az anyukám örülne, meg az anyukámnak mennyire tetszene ez, de aztán voltak elég konkrét dolgok is, mégpedig így néztek ki ezek a konkrét dolgok, hogy anya azt szeretné, hogyha részt vennék a táborban, mert szeretné, hogyha nagyszerűen beszélnék a nyilvánosság előtt. Azt mondja, hogy szerinte ezzel kellene kezdeni az első osztályban, nem az ABC-vel. Ugye vannak ilyen pedagógiai módszerek, amelyek kiemelkedően foglalkoznak a nyilvános beszéddel, retorikával. Ezt tegyük félre. Azt gondolom, hogy ennek mindenhol normálisnak kellene lenni, és alapvetőnek kellene lenni. Aztán volt ilyen is, aki azt mondta, hogy ő újrázni szeretne. Ugyanis tavaly volt, nagyon tetszett, és az idén is szeretne jönni. Ugyanis nem csak azt tapasztalta, hogy egy remek dolgot tanult meg, hanem egy nagyon jó csapat részese, egy nagyon jó közösség részese lett. És menjünk egy picit tovább. Szóval mit ad ez a gyerekeknek, hogyha ki tudnak állni egy színpadra? Nem tudom, hogy kinek van ezzel tapasztalata, hogyha egy kisgyerek kiáll és elmond egy verset, olyan, mintha a végén, miután legyőzte magát, körülbelül 2 centit nőne. Legalább. Olyan sokat ad a gyerekek önbizalmához, rengeteget épít rajtuk, a magabiztosságukon. Tehát mi hiszünk abban, hogy ha valaki megtanul nyilvánosan beszélni, az az életére hihetetlen pozitív hatással van. Hogy mondjak el egy élő példát erre. Volt egy 15 évesünk, a Németh Zoltán által életre hívott Pestbeszéd Retorika Klub, egy magyar nyelvű retorika klub. Fiatal hallgatója, fiatal résztvevője volt a Pató Dávid, és ő 15 évesen oda került üzletemberek, felnőtt emberek közé, és elkezdett beszélni, tanulni. És hétről hétre hozta az újabb kihívásokat, és egy végtelenül bezárkózott, introvertált fiatal embert képzeljenek el, aki egyébként kezécsókolomot köszönt a tükörnek. Ma egy rendkívül jól önérvényesítő Manchesterben tanuló diák, aki igazi vezéregyéniséggé vált. És mi ezt nagyban tulajdonítjuk egyébként a retorikának, és annak a lehetőségnek, hogy ő A-ból B-be el tudott jutni ezeknek az eszközöknek a segítségével. Na, hogy néz ki ez a program? 5 napon keresztül gyűrjük a gyerekeket, igenis, meg nem is. Először is megteremtjük a csapatot. Jönnek vendégelőadók, általában a TEDx Youth-nak a felkapott előadói, fiatal előadói jelennek meg nálunk, mint vendégelőadók, hogy példát tudjunk nekik mutatni, hogy nézzétek, ők erre képesek voltak. Jelenleg beszélgetésben állunk, mindjárt megmondom a nevét, Milyen Miklós, azért, mert mindig elfelejtem.
színész, és most a TEDx Houston az ő előadása volt az egyik legfelkapottabb. Nyilván nem találom, teljesen mindegy. Jelenleg ő az egyik legfelkapottabb, 125 ezres a nézettsége a színész srácnak, és ő lesz majd a következő tábornak a vendége. Aztán megtanítjuk őket nulláról, hogy hogyan kell egy beszédet összerakni. Megtanítjuk őket elmetérképpel felvázolni, hogy hogy néz ki egy beszéd, hogy fog az majd kinézni a színpadon. Aztán van egy kis lámpalázkezelés, van egy kis beszédtechnika, tehát szépen fel van építve az egész, mégpedig a hatodik nap véget, amikor is a szülők megnézhetik azt, hogy mire nevezték be a gyerekeiket. Ugyanis a hatodik nap az, amikor előadást tartanak egy 5 perces beszéd keretein belül a saját szüleiknek, és még akiket a szülők meghívnak. Hadd ne mondjam, hogy könnyes szemek és nagyon elégedett szülők, akik ott ülnek, és nagyon hálásak nekünk, és mi pedig azért vagyunk hálásak, hogy ezt életre hívhattuk, és megtehetjük ezt a szolgálatot a gyerekek felé. Hogy néz ez ki képekben? Hát van, amikor kifekszenek, itt éppen lézéstechnikát gyakorolnak, Egerszegi Anna beszédtechnika tanárral. Tehát szépen minden elemét a beszédnek átveszünk, és megtanítjuk őket rá. Ugye az előző probléma, vagy kihívás, ez a kütyüfüggés, és mert nagyon sok előadó ezt felhozta előttem, ez valóban így van. Komolyan tanakodtunk azon, hogy fogjuk ezt leküzdeni. Hát az lett az eredmény, hogy A4-es lapokat kiraktunk, színes ceruzákkal megfűszereztük egy picit a légkört, és mondtuk, hogy na gyere ide barátom, rajzolt körbe a telefonodat, és ez lesz a te telefonod parkolója. Úgyhogy a mobil parkoló létrejött, ettől nagyon lelkesek lettek, úgyhogy ez szépen működött az egy hét alatt. És ment a tanulás, és az ötödik napon, amikor már majdnem kész voltak, akkor elvittük őket a helyszínre, ahol majd az előadás zajlani fog. És én ezt felkészítőként mondom önöknek, hogy tegyék be az életükbe azt, hogyha valahol konferencián előadnak, akkor vegyék a fáradtságot, hogy vagy előbb eljönnek, vagy még jóval előtte megbarátkoznak a légkörrel, hogy beemeljék a légkört a komfortzónájukba, mert sokkal könnyebb lesz beszélni. Úgyhogy ezt tettük a diákokkal is, és a hatodik napon, amikor már mentek az előadások, és mondtam, a szülői könnyes szemek, és mi is trénerek csak ámultunk, bámultunk, hogy A-ból B-be hova jutott el ez a csapat. És nagyon erős volt. És nagyon jó érzés volt őket ott látni. Most a tavaszi szünet alkalmával egy kisebb csapatot összehívtunk, akik egyébként ráértek, hogy ne csak az élő beszéd, hanem a vizuális háttér megteremtését is megtanítsuk nekik. Az egyik kollégánk, ő Prezi.com tréner, és egy Prezi.com tréninget tartott ezeknek a gyerekeknek, és itt készült egy rövid videó arról, hogy ki mit hozott a táborból. Előjáróban csak annyit, hogy ez, ami a kezemen van, és egyáltalán nem illik a ruházatomhoz, bár én erre mereven ügyelek. Ez egy klikker. Ez egy kutya kiképző eszköz egyébként, de mi arra használjuk a tanulási folyamat során, hogy mindakkor, amikor valaki őzik, vagy töltelékszavakat használ, ezzel a klikkerrel tudatosítjuk benne azt, hogy hát ez nem biztos, hogy jó lesz. Most nem akartam használni a konferencia alatt, mert talán egyen, ketten, hárman, négyen megsértődtek volna rám, de tudjanak róla, hogy létezik egy ilyen, ami egyébként azonnal, tehát instant módon segíti elő a fejlődést. Na most mi azzal indítottunk, hogy az első napon mindenki kapott egy ilyet, és hazavihette, úgyhogy majd most megnézhetik, hogy mit szóltak ez a tanárok, akarom mondani a diákok szülei. Sokszor van olyan helyzet iskolán belül, vagy akár a magánéletben is, hogy idegen emberekkel kell kommunikálni és helyzetekbe segíteni, és sokkal kevésbé izgultam ilyen szituációkban. A szalagolható beszédet kellett mondom, és ott tudtam használni ezeket az ismereteket, hogy kicsit rövidebbre formálni a mondatokat, illetve az, hogy kell fölvenni kapcsolatot a közönséggel, megvárni a tapsot, ezek mind sokat segítettek, és azt hiszem eredményesebb lett, igen. Igazából abban segített, hogy én régebben nagyon sokat hadartam, és mostanság pedig kezdek egyre lassabban beszélni, valamint az őzésről is eléggé leszoktam. És amikor előadást tartok mondjuk az osztálynak, akkor nem annyira izgulok, mint eddig. Nekem a retorika tábor a dudogásomon segített, és az emberekkel való kommunikációban, még a barátaimmal is jobban tudok beszélni azóta. Én voltak ilyen, hogy őztek nagyon sokat a barátaim, aztán mindig kijavítottam őket, már idegesített. De utána abba adták, és már én idegesítettem őket, úgyhogy talán én is abba hagytam, aztán kijavítottam őket folyamatosan. Tehát
korábban, hogy én idén szóbeli felvételiztem, és így előtte azt gondoltam, hogy bemegyek a terembe, és így kisolnunk onnan, de végül sikerült teljesen nyugodtan szerintem kommunikálni, és végül a tanár meg is dicsért, hogy milyen higgadtan kommunikáltam, pedig hát nagyon izgultam. Nekem végig sokat segített a tábor a hadarásban, igaz nem látszik, permédéről nagyon sokat hadarok, viszont nagyon sokat segített benne. Az őzésen is eléggé kezdek leszokni, de még néha visszajön és szólnak is nekem. Hát nekem abban segített nagyon sokat a tábor, hogy igazából anyukámékat nagyon idegesítettem először a klikkelgetéssel, mert hogy ők is sokat őztek, meg hogy az nekem nagyon nagy hibám volt addig. És aztán anyukámék is leszoktak már róla. Szóval nem is nekem segített többet, hanem szerintem a szüleimnek. Zene volt füleimnek, amikor azt hallottam, hogy ugye ez már a 6. rendezvény lesz az idén. És az én kollégám, a dr. Németh Zoltán álmodik egy olyan versenyről, vagy egy olyan vetélkedőről, ahol a retorika a fő elem, ugyanúgy, mint most a pénzügyi oktatás. Tegnap hallottam a rádióban, hogy 5. és 6. korosztálynak a matematika tantárgy keretein belül elkezdik a pénzügyi oktatást, a pénzügyi nevelést, és nagyon örültem, hogy ez megvalósul. Egy dolognak tudnék még örülni, hogyha a retorika ugyanúgy bekerülne, nem csak a választható tantárgyak közé, hanem egyszerűen ott lenne, ugyanúgy, mint az irodalom és a nyelvtan is mellette a retorika. Én üzenetként azt szeretném önök felé közvetíteni, hogy mindannyian felelősek vagyunk azért, pedagógusként, trénerként, egyáltalán felnőttként, hogy milyen magot ültetünk el azokba a gyerekekbe, akik a kezünk alatt felnőnek. És ehhez nekünk kell először saját magunkkal megtalálni a hangot, önazonossá válni, hitelessé válni, és aztán majd 20-25 év távlatából mi leszünk azok a tanárok, azok a trénerek, akikre szeretettel fognak majd gondolni a diákok. Köszönöm szépen!